Szevasztok, ez itt újra a KTN Gaming, én pedig Costa vagyok. Folytatom a Hellblade-et. Most, mint kiderült, Odinnak nem három, hanem négy ilyen próbája van. Az előző videóban megcsináltunk hármat, és akkor most ez a negyedik maradt hátra. Na nézzük. Továbbra is fura, hogy nem harcolunk. Na mindegy. Give his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. Hát ha adsz, akkor kapsz is valamit. Igen, mondjuk ez így van az életben. I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Na most vajon hová fog tenni minket a játék? Hát nem olyan jó helyre. Hol vagyok, nem látok. Hát igen, elég sötét van. Ki az? Jó lenne tudni. Hát ez biztos nem Lillian. Na tehát te az. Legalábbis a hangja az. Üríts ki a gondolataidat, maradj nyugton. Lélegezz nyugodtan, lassan. Hát, jó, de... Én, hogy mit érzek? Kurva sötétet, azt. Hát remélem most teljesen lényegtelen, hogy merre felé gyalunk, mert... Mint látjátok, semmit nem lehet... Na, itt van egy oszlop. Hát fókusszal nem megyek sokra. Menjünk tovább akkor. Ott is, mintha egy oszlop rajzolódna ki. Itt is. Na, ez fal. Ez így nem tuti. Vagy legalábbis mondjuk, hogyha a fal mentén megyek, akkor előbb-utóbb csak jó lesz, mert akkor megtalálom az ajtót. Vagy ha van ajtó. Hát ez nagyon poén. Tényleg amúgy. Szóval azt mondta Senua, hogy eltűntek a hangok fejéből. Na, ott van valami. Alakul. Na, mi ez? Jó. Igen? És ez mi a szar? Egy asztal... Hát ez így... Ja jó, akkor menjünk így erre, okés. Azt hittem, hogy ott kell valamit csinálni, de akkor nem. Akkor itt átmentünk végre valami. Még mindig keveset látni. Na, valami vízcsobogás. Az már jó. Meg talán tűznek a hangja. Ilyen fákjának a hangját hallanám. Hát ez viszont annyira nem jó hang. Ez lehet egy felakasztott ember is. Nem mehetek tovább, Dillion. Hívjuk. Találjunk ki utat. Hát, kösz. Most amúgy igazán megjelenhetne Dillionunk. Ezzel a kékes kis ábrázatával. Mert ez legalább beragyogná itt a termet, vagy ahol vagyunk. Na mindegy. Erre talán jó. Na. Egy kis valamilyen fény. Arra még pislákol valami. Szuper. Igen, akkor arra, jó.
Nagyon jó, és akkor... Na de várjál, innen akkor hová? Segítsél, Dillion! Hát arra biztos, hogy nem lehet menni. Mitől ijedtünk meg? Azt hiszem valahol máshol vagyok. Halljuk a vizet. Na most nem voltam a budapesti láthatatlan kiállításon, de valami hasonlót érezhet szerintem ott az ember. Ami ott a millenárison van, ugye? Na jó. Megtaláltuk a vizet. Várjunk csak, nem, akkor nem lefelé, mert azt mondta, hogy a forrást keressük meg, akkor fölfelé menjünk, ahonnan folyik. Sajnálunk mindent. Dillion azt mondja, hogy nem a mi hibánk. Igen, bennem van a sötétség, és nem fog elengedni azt, hogy a Senua. Dillion megnyugtat minket, hogy a faterja is igazából az eszével harcolt. És nem vagyunk... Hát nem vagyunk gyengék. Hát egyszer majd nagyon fasza warriorok leszünk. Mi már most azok vagyunk, nem úgy van az ám. Na megjött az egyik hang. Ez igazából a mesélő hangja, mesélő Senua hangja. És azt mondja, hogy nem vagyunk igazából itt. Ezt hogy érti vajon? Mindegy, az egyszer biztos, hogy jó felé megyünk. Az ott mi az a fura alak? Szobor? Vizesés volt itt előttünk, mondta, hogy nem tudunk tovább menni, és keressünk egy másik utat. Itt van egy házikó. Hát akkor menjünk föl. Nem tudjuk, mi van bent. Hát igen, amíg nem megyünk be, addig nem fogjuk megtudni. Dillion azt mondja, hogy ne féljünk. Látom, hogy valami van, valamit gomolyog. Mi van, hogyha nem megyek olyan óvatosan? Akkor mi történik? Hát jó, azért zajt nem kéne csapni. Bassza meg, de sötét van. Mi ez, loot láda? Mondjuk egy kard lehetne benne. Jó, nem.
Ajaj. Na jó, én leszarom. Megyek kicsit gyorsabban, mert ez így. És lehet, hogy van itt bent valami. Hát igen, itt valami gomolyog megint. Na jó, nem menjünk olyan közel hozzá. Hülye vagyok. Igen, itt jöttünk be. Ja nem. Jó, akkor erre kell. Hagyjunk magunk mögött, azt mondja Dillion. Oké. Okay. No, bazd meg. Akkor arra. Na ez mi? Na jó, akkor megint valószínűleg ezeket a kis mécses, nem is mécses, mi a szar ez? Van itt még több. Ojjajajajajaj! Bizony, hogy vannak! Bizony, bizony, de mi vagy te? Ghoul? Vagy mi a szar? Hagyjál már a hülyeségeid, de Dillion, nem te vagy itt. Azt mondja, hogy csak nyugodtan, hát bazd meg. Meg tudjuk csinálni. Hát jó. Aha, jó, akkor most ez itt patrolozik, akkor meg kell várjuk. De mi a retek ez? De jó ez a kép most így. Oké, okay. Na jó, akkor menjünk itt el mellette. Nyugi van. Te merre mész? Nem döntsd már! Jaj, ne! Ne, ne, ne! Nem erre jössz, ugye? Hagy! Menjünk! Jó? Azt a kurva pajzsot vegyük már föl. Legalább, hogyha ránk ütnek, akkor kis segítség, nem? Jó. Nyugi. De... Akkor vissza, nyugodtan. Pont beleszaladtam volna. Nem lett volna túl jó. Na most próbáljunk menni. Nem, nem most próbálunk menni. Menjél már! Jó, na most. Oké, okay, eddig jók leszünk. Nagyon szuper, oké. Okay. És ott van még egy ilyen fos. Nem, ott kettő van. Ajaj. Na most megy az erre el. Hát a másikat meg az a baj, hogy nem látom, hogy merre megy. Nem, nem, az úgy nem jó. Vagy akkor ugye úgy kéne, hogy mondjuk ezzel megyek előre egy picit, és akkor így keresztbe megyek át. Nem, 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 nem. Nyugi. Nyugi, 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 nyugi. Oké. Okay. Ubazd meg. Vannak még itt? Most egyet sem látok, az a baj. Csak ott egy kis pislákoló fényt, hát megyek arra. Remélem nem fog rám ugrani az egyik. Ez nagyon ötletes. Tehát az összes ilyen Odinos próba közül eddig talán ez tetszik a legjobban. Egy házba vagyunk. Büdös van. Ja, a halál bűze, de jó. A sötétség az tesztel minket, hát eddig is. Na most miért jó, hogy ide beállok? Akkor menjünk úgy. No. Hát...
Hát ez jó. Ja, és lent meg olyan szarok mászkálnak, hát... Na-na, nem! Megint ez a irányítás, basszus. Óvatosan. Ne, nyugi. Nem? Jó, menjünk, óvatosan nagyon. De most így magától kezd el befaszulni, most nem irányítok semmit. Állj már meg! Hol van a vége ennek a szarnak? Nem, még van sajnos. Nyugi! Jó, na, most már nem kell sok. Nehogy most essél le az utolsó centin. Úgy, jó. Hő. Most ezért jöttünk át. Befoduljunk vissza. Oké, hát akkor nézzük, mi van itt. Egy kút. Essünk bele, persze, tök egyértelmű. Végül, mi van itt? Dillion, segíts nekünk. Ó, basszus. Ne! Mi ez a... Na-na. Mi van? Ja, hogy itt is vannak ilyen szarok. Hát én ezt nem is... Oké. Hagyjál. Na, menjünk itt föl. Látunk valami fényt. Na már tudunk futni. Jó van, fussunk. És ott lenne Dillion. No, mi vagy? Persze, hogy eltűnt. Órákat, akár napokat eltöltünk a sötétségbe. Kérdezi Dillion, hogy látjuk-e? Hát látjuk, én nem látom. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. Na, most még milyen erdőben vagyunk? When it comes for me, I have no power over it. But here, amikor jön, akkor semmi esélyem ellene. But I heard your voice. You brought me back. Aha, Dillion visszahozott minket a hangjával. All you needed was a little help. Na most meg magunkra hagy, hát milyen dolog ez? Keressünk meg magunknak a visszavezető utat, kösz. Ja, hogy így? Hát így akkor már nem nehéz. No, hát akkor meg lett a negyedik próba. Na most rohadt kíváncsi vagyok, hogy ott a fánál mi történt. Na, akkor most nézzük meg a fánál, hogy mi a helyzet. Elméletileg, most már ki tudom húzni, ugye meg lett mind a négy Odinos próba. Úgyhogy ki tudom húzni majd a kardot. Vagy legalábbis ugye azt mondta, hogy újra kell kovácsolni. De hol a faszba lehet fölmenni ez a fához? Így körbe. Az olyan nem nagyon emlékszem, hogy hogy volt, de csak egy irányból lehetett, jó, így igen, oké. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy most ezzel a karddal mit tudunk tenni. Na nézzük. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind, and become a warrior in Dillion's class. Na, húzzuk.
The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. Na, ez a kedves hang azt mondja, hogy hagyjuk itt a kardot. Hát hogyne? You will pay a price for this. Na, most megfenyegetett minket, hogy ezért be fogjuk szívni. Egyelőre igaza van. With Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. The plague. És valamilyen történetről mesél. Everyone suffered. Mindenki szenvedett. Ez egy emlék lesz. Do you see it clearly now, Senua? The suffering. Tisztán látod, Senua? This is your fault. Azt a... You brought this plague to us. Ja, igen, igen. Ez előző videóban ugye volt egy olyan rész, amikor az Odin második próbájánál voltunk, és akkor ott meséltek valami olyasmiről, hogy valamilyen járványt azt mi okoztunk. They're coming for you now. És akkor most ugye megint ez a rész volt. Na, megint fogunk harcolni? El se hiszem. Azt se tudom, hogy hogy kellett. Olyan régen volt. Hát, na, nézzük. Jó, akkor fókuszálni kell erre a ganéra. Azaz. Ó, ez már hiányzott nagyon. Mintha erősebb lenne ez a kard, mert gyorsabban döglenek meg. A fókusz nélkül nem tudok csinálni semmit. Anyád. Jó, meg kell várni mindig a fókuszt, csak úgy tudom sebezni. Ez mondjuk annyira nem jó. Na, viszont csak három gané jött. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land. Azt a mi ez? Basszus. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Hát valami ilyesmi lehet a purgatórium, vagy nem is tudom. Hogyha létezik. Hát az eléggé bizarr. Na jó, menjünk. Úristen, mi van itt? Hát ez nagyon elborult. Basszus. Hát nem csak halljuk a... Jó, hát látjuk is. Running cold on your skin. Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Na, megint jönnek ezek a szarok. Na, most már csak három? Jó. Look at what you have done to them. Nem gond. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing. Viszont kéne a fókusz, mert anélkül nem tudunk sebezni, ez nem gond. Na most. Why must they pay for your heresy? Megölj meg! Úgy. Ja, nem halt meg! A kurva anyád, de miért nem? Ne védd már ki az ütéseimet, te szar! Jó. Most nem árnyak viszont, tehát elméletileg akkor most azt tudom sebezni, nem? Igen. Jó, oké. A konópara. Nem is kell akkor a fókusz neki. Neszel rugás. Fasz. Egy dög lesz. Nagy pajzsos. Lófasz, meg még kettő másik. Jó, akkor nyírjuk a gyengébbet.
arra vigyázzunk, mert az nagyon erőset üt. Na jó, nyomjunk be egy fókuszt, leszarom. Csapasd neki! Halljál már meg! Most válasszuk ki őt. Ez gyorsan megdöglik. Na most fog megdögleni. Úgy. Hú, basszus. Ennek sincs már sok. Anyád! Na most akkor a pajzsos. Lesz-e? Na fókuszáljunk. Nem bízzuk a véletlenre. Úgy. Van még valaki? Jaj, ne ez a nagy szar! Hát ennek most annyira nem örül... Hülye vagy? Menj innen! Menj! Most üssük. A fókusszal talán könnyebb lesz. Aha, hát az egy kicsit leszarja a fókuszunkat. Így erőseket üssünk be neki. Anyád. Hagyjál békén. Jó, na gyere. Gyere bazd meg, gyere. Jaj. Igen, menjünk arrébb. Jó ötlet volt. Már egy erős kombót. Úgy. Oké. Fú. Na de még jönnek most ilyen árnyas szemétládák. Hát akkor várni kell a fókuszra. Hát igen, igen, várni kell. Na most. Anyádat üssél, amikor én ütlek. Jó, ez megvan. Na most lesz meg, jó. Gyere. Eszebazd meg. Nagyon nyomjunk neki egy erős kombót. Úgy. Na mennyien jönnek már? Ezt nem szeretem. Ráadásul még le van fókuszálva, és akkor még üt egyet, bazd meg. Hogy? Aha. Nem. Bassza meg, de rosszul jöttem így be ezekhez. Na most. Haha, hát vettelek, fasz. Na gyere. Kapsz egy rugást. Úgy. De mennyien jönnek? Na jó. Nyomjuk a fókuszt. Oké. Okay. Na, ennyi volt. Jó, hát ez egy komoly harc volt. Micsoda? Itt van Mutter valahol? Hol? Ne, itt van valahol Mutter. Na már. Szólítjuk anyut.
Do you hear the voice of your mother, Galena? Na, ez a szemét láda meg itt okoskodik. Go to her. Answer her pitiful call. Azt mondja, hogy menjünk oda hozzá, és válaszoljunk a szerencsétlen hívására. Igen, itt van. Na jaj. Miért csináljuk ezt vele? De mit? Jó, mondjuk igen, tehát benne is volt ilyen sötétség, mert ugye azt mondta, hogy azt örököltük, amikor először találkoztunk vele. Csak ugye azt mondja ez a kellemetlen hang, hogy ő nem futott el előle, hanem csak szimplán behódolt. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Hát, hülye. Nem, hát megpróbálunk itt rendet tenni. Ah, ez valami új ellenfél. Ajaj! Ez nem viccel. Akimbó módba tolja a szemét. Anyád! Na most fókuszálunk. Nem vesz át minket, szar. Ez ilyen miniboss, vagy ez? Ja, nem ennyi volt. Aha, most jött három ilyen másik. Jó, mondjuk ezek... Na, csak fókuszálással lehet őket nyírni, jó van. Na most. Az szép! Mögötte? Hát igen, ezt későn szóltál, baszod. Oké. Okay. Megjelen még egy, csak hogy meglegyen a hármas fogat. Na, óvatosan nyomom, mert ezek azért meg tudnának szivatni. Most nyomjunk egy fókuszt. Ott annak a kettőnek egyszerre. Jó van akkor. Valaki halljon már meg ebből a hármasból, hát nem hiszem el. Se kell sok. Lesebzem még ezt egy picit. Nyugi. Nem. A kettőt egyszerre! Basszus, és jött még egy ilyen másik. Aztán... Hogy védjem ki, basszus? Dögölj meg gyorsan, mert azt a másikat kell nyírjam, már nem téged. Oké. Okay. Nem, előbb akkor ezt nyírom ki, mert ez a könnyebb. Erősítéssel. Dögölj meg már gyorsan. Jó. Na most jön ez. El is felejtette a blokkot. Na mindegy. Jó. Aha, most kell fókuszálni. Egy erős... Ne! Ne! Jó, nyugi. Ezt is védjük ki. Szép.
Dögölj már meg, te szar! Oké, megvan. Te basszus, és jön még egy ilyen, hát... Ó, faszom! Dögölj meg! Jó, attól elállunk. Oké, hiányzott a harc, de nem ennyire. Picsába. El most jön. Na, meghalsz. Oké, ez megvan. Az szép. Jó, nyugi. Ó, bazd meg. Még egy ugás. Azaz. Na. Én erre már nem szarok el egy fókusz, meg lesz ez anélkül is. Gyere! Nem véd már a pajzsot, te szar! Úgy! Nem, még mindig! De hol és mi? Na most nem látok ellenfelet. Ja, de ott van előrébb egy picit. Jó, ez még nem olyan vészes, ezek a sima szemétládák. Jó, hát egy fókusz sosem árt. Én azt mondom. Ezt kenjük szét. Úgy, nagyon szép, és akkor... Most ezt kéne, mondom ezt. Nem? Jó, ez is megvan. Oké. Nyugi. Gyere. Állj, bassza meg. Azt így akartam. Ez is fájlalja a sebeit. Most már nem kell ennek sok. Jó, még mindig? Ne, hát de... Ó, és ráadásul egy ilyen? Ez hülye! Na jó. Most akkor itt az alkalom. Most fókuszáljak, amikor nincs. Ja, de van. Jó, menjünk. Picsába. Meghalt meg. Jött egy pajzsos, persze, csak úgy a rend kedvéért. Jó. És még egy ilyen, hát... Kettő! Hülye vagy! Menj már a picsába! Hát de azt se tudom, hogy a másik mit csinál ilyenkor. Toljuk neki valahogy. Jó, most kéne fókuszálni, ami nincs most. Ne bánts! Jó, óvatosan.
hope is there for him, even if his soul could be rescued. A bunch. You think he'd thank you for what you have done to him? Jó, megvan a fókusz, akkor nyírjuk. Egyik legalább dögöljön már meg. Jó, megvan az egyik. Mi az, hogy behind you? Ha jött még egy, akkor... Jött egy nehezebb! Hát a kurva anyád akkor! Hát de... Hülye vagy? Ne! Ne bánts! Nem, nyugi! Jó, egy kicsit lepihenünk, már nagyon szarba vagyunk most éppenséggel! Na, jó. Felálltunk. Ez mégis hogy gondolja? Oké. Most hát csak az kéne, hogy ebből kettő jöjjön, akkor lövöm magam tökön, az biztos. Na, dögölj meg! Fókusz nincs. Gyere! Nem jött be. Ó, az viszont erős ütés. Nem akarnál megdögleni végre? Nem! Jó. Most üsd. Valahogy megsebzett. Én azért benyomok fókuszost. Menjetek már a faszomba, de most komolyan! Nem igazából a kicsiket kéne, csak... Na, nem, most a nagyot üssük. Most le van sebesülve. Oké, ennyi elég volt. Piciket. Hol vannak a picik? Jó, ott van egy. És az hogy? Jó. Nem? Na tessék, akkor fókuszálok, baszod. Ne bánts! De szarok attól a nagytól. Nem látom, az a baj, ugye? Jó, akkor ezt osszuk meg. Most ez meg lesz. Oké. Nem, ne azt mutasd, ezt... De ne, akkor még jön kettő ilyen más... Faszom! Na most... Ezt... Oké, ez megvan. Ne így! Jó. Milyen harc ez? A hátam mögött persze megjelent egy harmadik. Én már nem csodálkozok semmin. Ideje ezt befejezni, basszus. Ne bánts. Nem. Nyerésre állnak. Hát, hogyha ennyien jönnek, akkor igen. Azt valahogy sikerült. Jó, ez is meg fog dögleni, érzésem szerint most. Jó, és akkor most jön az. Óvatosan, mert az nagyot üt.
Na-na! Na jó, én fókuszálok, bassza meg. Erőset. Megdöglött? Meg... Azt a kurva telibevert, basszus! Hát milyen harc volt ez? Ezt el se hiszem. És elsőre meglett. Tehát eszméletlen intenzív volt ez a harc. Na jó, és akkor itt mi van? Menjünk itt föl. Itt akkor még feljebb, de hová megyünk? Hát ez meg... Hát ez érdekes. Na, hogy az ott nem mozog, de ez igen. Na jó, nézzük akkor. Baromi jól van megcsinálva. Ja, itt van Muternak az arca megint szobra. Nem tudok tovább harcolni, vagy többet harcolni. Ja, hogy jama a sötétséggel, igen. Hol vagy, anya? Veled szeretnék lenni. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. Követtük az édesanyánkat. Az is egy emlék, régi emlék. Az Dillion lesz. Azt mondja Senua, hogy hallod? Hívnak engem. Gondolom a hangokra gondol. Dillion azt mondja, hogy már fatert elveszítette, téged nem veszíthetlek el. Nem csináltunk semmi rosszat. Zimbelnek igaza volt, mindenki szenvedni fog. Hát Zimbel hazudik. Ezt mondja Dillion. És a szavai kísértenek minket. Benne vagy Dillionba bízunk? Hát inkább Dillionba, nem? Vagy hát pontosabban ugye bennünk, Dillionba és Senuába. Gondolom a szerelmükre érti. Kéri, hogy menjünk vissza. Hát ez nem lehetett egy egyszerű kapcsolat. Csait küzd a félelmeivel, meg a sötétséggel, Dillionnak meg semmi baja, próbál valahogy a nővel lenni. A legnehezebb harcokat az, hát igazából a fejbe dőlnek el. Csak egy kis segítségre lett volna szüksége, egy kis reményre. Hát igen, az sosem árt. Hogyha veszett fejszennyele van, akkor nem árt egy kis remény. Hová jutottunk? Mondjuk a környezet az így nem annyira borús. Süt a nap egy picit, mondjuk ebben a játékban nem túl gyakori eset.
De érdekes, akkor ott előrefelé kell majd mennünk. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy hová fogunk jutni. No, hát ennyi fért bele ebbe a részünkbe. Most marha jó volt ez a harc. Rettetesen intenzív volt, mondjuk én baromi hosszúnak éreztem. Tehát úgy, ahogy az Odinnak a próbatételei voltak nagyon hosszúak, úgy most ez a harc, ez baromi hosszú volt. Tehát jobb lett volna talán a kettőt vegyíteni, de mindegy. Jó volt ez így is, amúgy is. Én akkor innen fogom folytatni legközelebb. Hogyha tetszett ez a videó, akkor megköszönjük a lájkot, hogyha nyomtuk nekünk. Hogyha nem tettétek volna meg eddig, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. És egyelőre akkor búcsúzom. A legjobbakat nektek, szevasztok!